Köszöntöm a Miskolc Televízió nézőit, önök heti sport összefoglalónkat látják. A sportpercek adását labdarúgással kezdjük, hiszen idegenből is győzelemmel tért haza első 2020-as bajnokiát követően a DVTK. Feckó Tamás vezetőedző szerint végig motivált volt és jó felfogásban játszott csapata, ennek köszönhető az idegenbeli győzelem, az Zalaegerszeg otthonában elért 3-1-es siker. Az egy fél idő alatt lőtt 3 góllal megszerzett 3 pont pedig több rossz sorozatot is megtört. A piros-fehérek 44 éve nem nyertek bajnokit Zalaegerszegen, illetve 7 esztendeje kezdte utoljára győzelemmel a tavaszi rajtot a Miskolci együttes. Még csak az első percében járt a mérkőzés, amikor már komoly gólhelyzetet dolgozott ki a DVTK. Hasani tette középre a labdát, amit Ivanovszki terelt először kapura, majd Kis Tamás járt közel első gólja megszerzéséhez, de maradt a 0-0. Még mindig csak a 4. percben jártunk, amikor Hasani még közelebb jutott a gólszerzéshez, de az eredmény több Diógyűri zicsert követően csak a 2. félidőben változott. A 47. percben egészen pontosan, amikor is a hazaiak támadója saját magát buktatta a 16-oson belül, amiért a játékvezető 11-est ítélt. Bobál büntetőjén rajta volt ugyan Danilovic, de hárítani nem tudott. Aztán gyorsan, 6 perc elteltével eltüntette hátrányát a feketemezes DVTK, a szögletből érkező labdát Tomás Márk fejelte le, majd Brükovics terelte azt a hálóba. 1-1. A bajnoki 61. percében pedig megfordította a mérkőzést a Diósgyőr. Sesszakó vívelt a hosszú oldalra, a jól helyezett labdára jól érkezett Polgár és a hálóba fejelte. 1-2. A 86. percben bebiztosíthatta volna sikerét a Miskolci együttes, de Hasani a keresztlécet találta el, ám szerencsére adódott a légiós előtt még egy lehetőség, amit már értékesített is Florent Hasani. Zalaegerszeg, DVTK, 1-3. Tényleg nagyon jó kezdett a csapat. Ugye elmondtuk, hogy Zalaegerszegre most győzni megyünk, 3 pontot szeretnénk elhozni. Ugye bajnoki mérkőzésünk utoljára 44 éve nyert a Diósgyőr a Zalaegerszegen, úgyhogy szerettük volna ezt a sorozatot is megtörni. Nagyon motiváltak és nagyon jó felfogásban játszottak a fiúk. Amihez az is kellett, hogy amikor kimentünk, megláttuk azt, hogy január 25-én az ország másik végében ekkora szurkolótábor kísért el minket. Az nagyon-nagyon felemelő érzés volt, és még most is tubabőrös leszek tőle. Amióta itt vagyok, ugye én úgy gondolom, ez volt a legjobb mérkőzésünk, de ugye a múltkor is sajtótájékoztatón elmondtam, hogy most volt arra időnk, hogy felkészüljünk, a támadójátékot is helyre rakjuk, és ugye a cél az, hogy mostan több gólt rúgjunk, mint az ellenfelek. A óriási pozitívum, hogy ennyi helyzetet kialakítottunk egy nagyon jó csapat otthonába, és nekem a legnagyobb pozitív a mérkőzésnek, hogy megszerezte a vezető találatot az Zalaegerszeg, és a csapaton nem láttam azt, hogy valami probléma lenne, hanem mindenki tudta a saját dolgát, csináltuk tovább, és ugyanúgy jöttek a helyzetek, és tényleg 15 perc alatt megfordítottuk. Ezek szerint az, hogy taktikusan játszott, a sok kihagyott helyzet után bár hátrányba került, de mégsem vált idegessé kapkodóvá DVTK játéka, ez volt a győzelem kulcsa. Nagyon jól sikerült a ciklus edzőtámból minden téren, mind taktikai dolgok terén, mind videózásban, mind csapatépítés terén. A múlt heti edzés munkában mindenki nagyon motivált volt. Ugye, ahogy elmondtam, van versenyhelyzet a csapatba kerülésért, sőt a 18-as keretbe kerülésért is igazi versenyhelyzet alakul ki. Ebből mindenki csak profitálhat, mind a játékosok, mind a csapat, és főleg a szurkolótábor. Rúgtunk 3 gólt, volt 4-5 százszázalékos zicserünk. Valamint az, hogy 90 percen keresztül koncentrált volt a csapat, amikor a mérkőzésnek az a periódusa volt, hogy védekeznünk kellett, miután megszereztük a vezetőtállatot, akkor fegyelmezetten védekeztünk, amíg nem mi vezettünk, addig uraltuk a mérkőzést, azt történt a pályán, amit szerettünk volna, és tényleg olyan periódusai voltak ennek a meccsnek, hogy minden csapatrészre szükségünk volt, és minden pályalépő játékosra szükség volt, tehát pont azt emeltem, hogy a Ivanovszki hiába játszott jól, nem azért lett lecserélve, mert nem jól ment a játék, hanem azért, mert a Tabakovics tudtuk jól, hogy be fog szállni, ő is fog tudni hozzátenni. Tehát ezért csapat a csapat, hogy mindenkinek megvan a saját szerepe, és mindenkinek megvan a saját dolga, hogy húzza a csapat szekerét. A Cipruson nagyon jó edzőkörülmények között tudtunk készülni, nagyon jó pályán. Teljesen más az, mint hogyha Műfőn kellene készülnünk, vagy itt a lefagyott játéktéren. Az idő is kellemes volt, hiába voltak olyan taktikák, amikor meg kellett állni, nem fázott meg senki, mint itt a mínuszfokokban, hogyha itt edzettünk volna. Úgyhogy
azok az elemek a helyükre kerültek, és aminek nagyon örülök, hogy ez a mérkőzésen is visszaköszönt. Már a mérkőzés legelején megszerezhette volna első DVTK mezben lőtt gólját az első mérkőzését játszó Kis Tamás, de így is elégedetten értékelhetett a középpályás. Belülről is úgy éreztük, hogy azért kézben tartottuk a mérkőzést nagyjából a végéig. Az első fél időben, sőt az első 20 percben voltak olyan helyzeteink, amiből egyet-kettőt legalább kötelező lett volna értékesíteni, ezek sajnos kimaradtak. De úgy vonultunk már el a fél időre is, hogy mi irányítjuk a meccset, meg hogyha már vezetnénk 2-3 góllal, akkor sem szólhatott volna az alágerzek semmit. És hát ugye a másik fél időben sajnos egy büntető árán megszerezték a vezetést, de hála Istennek úgy láttam, meg úgy éreztem belül, hogy a csapat motivált, tovább tudta vinni azt, amit az első fél időben elkezdett, és nem törtünk meg a kapott gólra, és hát rövid időn belül tudtuk is rárugni a egyenlítő gólt, és onnan meg hát hála Istennek jött az a második, harmadik gól, amivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Az egész meccs úgy alakult, ahogy gondoltuk, ugye a második fél idő azért volt jobb, mert ugye egy-két helyzettel kevesebb volt, mint az első fél időben, de mégis ott tudtunk 3 gólt szerezni. Ez volt jó a második fél időben, az első fél időben meg a labdabirtoklási fölényünk, meg az, hogy mi játszottuk a játékot, mi próbáltunk kombinálni, mi kerültünk oda többször a kapujuk elé. Az volt igazából még jó az első fél időből, csak ugye akkor nem jött a gól. Szóval azt gondolom, hogy az első fél időben még a játékunk dominált, a második fél időben meg hát a célfocit próbáltuk játszani, mivel meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Aki látta a találkozót, talán egyetért azzal, hogy nem tűnt fel az a tény, hogy Kis Tamás első tétmérkőzését játszott a DVTK mezben. Hála Istennek, mióta itt vagyok, az valami 3,5-4 hét alatt azt gondolom, hogy könnyen be tudtam illeszkedni, mert ugye voltak olyan arcok, akivel vagy a Halladásban, vagy a Puskás Akadémiában együtt játszottam, meg hát a többi csapat játékos is olyan, hogy nagyon befogadó képes és nagyon barátias. Első pillanattól fogva egy ilyen befogadó szeretetteljes csapatba jöttem, a stáb is nagyon jól bánik a játékosokkal, és hát én is úgy éreztem, hogy mintha már 3 éve Diós Győrbe játszanék. Hála Istennek ez a jobbik, mint hogy még azon kellett volna aggódnom, hogy kivel kell még összeismerkednem, meg kivel kell még azt a kapcsolatot elindítanom, ami ilyenkor egy új csapatba kerülésnél kell. De hála Istennek szerintem, hogy a legtöbb új játékos ezt ugyanúgy meg tudta tenni, mint én. Nem vagyok az a lámpalázas típus, főt úgy, hogy ugye a Puskás Akadémiában fél éven nem nagyon játszottam, vagy hát keves szerephez jutottam, és hát ugye ide azért jöttem, hogy bebizonyítsam magamnak, meg minden olyannak, aki azt mondták eddig, hogy mégis itt van, mégis van egy törés a karrierjébe, hogy bebizonyítsam, hogy nincs, hogy tudnak rám számítani. Feckő Tamás mestert én ezelőtt még személyesen nem ismertem, csak ugye a ellenfélként, amikor ő edző volt az MTK-nál, vagy éppen a Diós Győr színeiben, akkor már én ugye játszottam ellenük, és akkor is azt láttam, hogy amikor ő az edző, próbál a csapattal mindig játszani az, hogy felépíteni a játékot, nem az, hogy elrúgdossák, meg próbálnak építkezni, és hát most is igazából amennyi idejét vagyok, azt tapasztaltam, hogy próbálunk focizni, próbáljuk a legtöbbet kihozni abból, hogy szép kis játékot játszani, és hát amellett meg, hogy szép játékot játszunk, próbálunk az eredményre is figyelni, mert ugye az a legfontosabb, gólra játsszák a mérkőzést. És hát úgy érzem, hogy én se kaptam annyival több instrukciót, mint a többiek, mindenkinek ugyanazt elmondta, ami azon a poszton éppen a feladata, és hát hála Istennek mindenki be tudta tartani. Szezonrajt idegenben 3 gólt rúgva, győzelemmel zárva. Többet is adhat ez a csapatnak 3 pontnál, hiszen február elején a Kaposvár érkezik majd az Andrássy úti stadionba. Ez egy nagyon fontos mérkőzés volt, hiszen az Algeszek 2 pontra volt tőlünk, és ugye minden vágyuk az volt, hogy hazaipályán otthon tartsák a 3 pontot és megelőzzenek minket. Ugye tegnap hallottam, hogy nem csak ezt a 44 éves szériát, hanem egy 7 éve ezelőtti szériát is megtörtünk, hogy 7 éve nyert utoljára tavaszi rajton a Diós Győr. Mind mentálisan, mind pontszámban, mind tényleg a szezon kezdetén ez tényleg egy kimondottan fontos mérkőzés volt, és most kell 2 lábbal a földön állni, és a kaposvári mérkőzés hazai pályán megnyerni, ami igen komoly lesz, hiszen a Kaposvár is jó rajtot, jó erősített, és tényleg
egy olyan brusztolós játékot játszunk, ahol fel kell venni a kesztyűt. Úgy gondoltuk még az Alágerszeg elleni meccs előtt is, hogy ez az meccs is idegenben nagyon nehéz lesz. Hála Istennek sikerrel tudtuk venni az akadályt, de úgy érzem, hogy ez a Kaposvár elleni itthoni meccs nehezebb lesz, mert azért a Kaposvárt látva, előtte meccsüket nézve próbálják ők is célfutballt játszani, és hát ahogy láttam, ők is mennek, darálnak, harcolnak, küzdenek, és hát ugye idegenbe jönnek, mégis mögöttünk vannak, és hát azért úgy gondolom, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy megnehezítsék a dolgunkat, és próbáljanak pontokat szerezni. Reméljük, hogy ez nem fog nekik sikerülni, mi azon leszünk, hogy mindent megtegyünk a győzelemért. Tapasztaltuk Kaposváron is a bőrünkön. Most ugyanaz lesz, hogy minden méterért, minden labdáért meg kell majd küzdeni, és tényleg nem az fogja megnyerni ezt a mérkőzést, aki jobban játszik, hanem az, aki jobban akarja. Az értékes három pontot hozó bajnokit csütörtökön nézhetik végig a Miskolc Televízió műsorán. Hazai pályán szerepelhetett a DVTK az élvonalbeli kosárlabda pontvadászat 17. fordulójában, és egy egészen elsöprő első negyedet produkált. A magabiztos kezdésnek és a hasonló folytatásnak is köszönhetően Zsinórban 7. győzelmét könyvelhette el a DVTK kosárlabda együttese. Az ellenfél a Vasas volt, akik bár mindent megtettek, nem tudtak közel kerülni a miskolci kedvencekhez. Rendkívüli ponttermést hozott a nyitó játékrész, amit 31-9-re hozott a Diós Győr. Ez a kezdés pedig meghatározta a folytatást is. Ugyanis a hazaiak megtartották előnyüket, a második negyed ugyanis 20-20 pontot hozott mindkét csapatnak. A harmadik és a negyedik játékrész is hazai rész sikert hozott, így a végére már tényleg csak az az egy kérdés maradt, hogy meg lesz-e a 100 dobott pont hazai pályán. Ez végül nem sikerült, egy kosár még hiányzott ehhez. Ám a nagyon sima bajnoki végén is talpra ugrott a publikum, amikor a saját nevelésként a végjátékban pályára lépő Frin Nikolett rögtön egy pazar triplával szállt be a bajnokiba. A végeredmény? Aluinben DVTK, Vasas 99-69. Tényleg egy kicsit olyan, mintha egész héten nem csináltunk volna semmit, pedig az egyik legjobb hetünket produkáltuk edzés szinten, aztán idejövünk és 10 perc alatt eldöntjük a mérkőzést. Leginkább saját hibáinkból, amit nyilván egy ilyen szintű ellenfél kihasznál. Hát mindig nagyon rossz érzés kikapni, pláne sokkal. Itt Diósgyőrben kicsit annyiból jobb, hogy legalább mindig annak örülhetek, hogy a barátom nyert. Bár a vendégek mindent megtettek miskolci vendégjátékukon, de ennek ellenére 30 ponttal nyertek a piros-fehérek. Először is szeretnék gratulálni az ellenfél csapatnak, mert nagyon jól játszottak szerintem. Mi sajnos nem kezdtük jól a mérkőzést, se támadásba, se védekezésbe. Utána próbáltuk a másik félébe az elején egy kicsit felszívni magunkat, kicsit energikusabban beszállni újra a játékba. Hát sajnos ez ennyire volt elég, úgyhogy ezen majd még javulnunk kell a játékon. Elégedetten foglalhatta össze véleményét a hazai szakvezető, hiszen újabb fontos pontok kerültek a DVTK neve mellé, amiért nagy energiákat mozgósított a csapat. Profi csapat vagyunk, és ezzel tiszteltük meg az ellenfelet, hogy próbáltunk 100%-on 40 percen keresztül menni. Nagyon készültünk erre a mérkőzésre, mert véleményem szerint a Vasas nagyon komoly csapat. Be is bizonyítottam már nagyon sokszor, tehát aki félváról veszi őket, az nagyon könnyen megüti a bokáját. Isten igazából az első negyedben ellentmondást nem tűrően játszottunk, úgy gondolom, ott el is dőlt a mérkőzés. Viszont az, hogy utána nem roppant össze a Vasas, azt gondolom ez egy dicséret nekik. Örülök neki, hogy nálunk mindenki játék lehetőséget kapott, aztán folytatjuk tovább, mert nagyon sok komoly mérkőzés vár még ránk, úgyhogy most kapnak a játékosok egy plusz nap szabadságot, és készülünk a következő mérkőzésre. 16.9 lepattanó és 2 gólpassz mérleggel nagyon sokat vállalva segítette csapatát a bajnokin Szájsa Góri. Végig a 40 perc alatt nagyot küzdött a Vasas. Nem kevés kemény játékos szerepelt ellenfelünknél, nem adták fel egy percre sem. Úgy érzem, sok eladott labdánk volt, de szerencsére a meccs elejét leszámítva működtek a dobásaink. Ezeknek köszönhetően tudtuk megnyerni a mérkőzést. Azt hiszem, a remek szériánk mögött nem áll más, mint kemény edzések sorozata. Úgy érzem, minden edzésen jól dolgoztunk, és az így megszerzett tudás, közös fejlődés átjön a mérkőzéseken, érezhető a pályán mutatott produkciónkban is. A DVTK Zsinórban elért 7. bajnoki győzelmét, a Vasas elleni sikert kedden 19 óra 25 perctől tűzi műsorára a Miskolc Televízió.
A hétvégén magabiztos játékkal aratott győzelmet hazai pályán a DVTK Fuchs a tabella utolsó helyén álló Debrecen ellen. A siker nagyon fontos volt röplabdázóinknak, hogy kijavíthassák a múlt heti lista vezető Balatonfüreddel szemben elszenvedett vereségüket. A lányok ezzel az eredménnyel szinte biztosra vehetik, hogy ott lesznek a bajnokság rájátszásában. A DVTK Fuchs csapata a múlt héten vereséget szenvedett a lista vezető otthonában. Ám kicsit sem látszott rajtuk, hogy ez megfogta volna őket. Szombat este magabiztos játékkal 3-0-ra verték a tabella utolsó helyén álló debreceni csapatot. Az első szettet nagyon jól kezdték a miskolci lányok, ahol végig nagy arányban vezették is azt. Kontrollálták a történéseket és magabiztos játékkal könnyedén 25-14-es arányban hozták is azt. A második szett kissé szorosabban kezdődött, ám nem kellett sok idő, hogy ellépjenek a hazaiak. Nagyszerű magabiztos játékkal másolva az előző szettet szintén 25-14-re megnyerték. A harmadik szettnél Tomas Sándor hazai vezetőedző úgy döntött, hogy kicsit felforgatva csapatát játékidőt biztosít a kevesebbet játszóknak is. Ennek meglett a látszata. Sokkal szorosabb, kiegyenlített játék folyt a pályán, fej-fej mellett haladtak a csapatok, ahol kétszer vezettek is a vendégek, ám a kiváló csapatmunkának köszönhetően ismét a DVTK örülhetett, 3-0 arányban megnyerve a mérkőzést. Ezzel az eredménnyel szinte biztosra vehető, hogy ott lesznek a rájátszást érő pozíciók egyikén. A mérkőzés Tomas Sándor, a hazaiak vezetőedzője értékelte. Próbáltam ezen a mérkőzésnek mindenkinek játék lehetőséget biztosítani. Örülök annak, hogy mindenki komolyan vette, és úgy állt hozzá, hogy tudjuk hozni ezt a mérkőzést. Talán a harmadik volt, szett volt igazából izgalmasabb, amikor, ha lehet így mondani, a B-keret volt fönt, de úgy voltam vele, hogy hát ők küzdjenek meg azért a pontért, amit meg kell szerezni, és én örülök, hogy éltek az alkalommal, és a végén egy szép játékkal is. Annak örülök, hogy óriási buzdítás mellett tudták hozni a mérkőzést. Az edző beszélt arról is, hogyan hatott a csapatára a múlt heti vereség, és hogy hogyan tudtak átlendülni rajta. Az az igazság, hogy néha előfordulnak azért női szinten ilyen vereségek. Mi is egy formálódó csapat vagyunk. Próbáltuk leszűrni itt a konzekvenciát, lehet, hogy nálunk elsősorban az volt a gond, hogy lehet, hogy hosszú volt az út, tehát nem tudtunk ott rápihenni. Hasonló helyzetben volt legutóbb itt a Balatonfüred, mikor velük játszottunk. Hát nem kellett ugye a lányokat felrázni, mert én úgy gondolom, hogy annyira azért profik, hogy készülnek mérkőzésről mérkőzésre. És hát itt hazai környezetben a decemberi kevesebb mérkőzést játszottunk, most még ugye a jövő héten itthon fogunk játszani a Gödöllő ellen, és örülök, hogy ez egy jó ráhangoló volt így a csapatnak a következő mérkőzésre. A múlt heti verességgel kapcsolatban megszólalt a DVTK Fuchs egyik játékosa, Kisemese is. Múlt héten az erősebb csapatánál játszottunk, ott azért közben játszott az is az utazás. Hát a papírforma szerint kellett alakulni a dolgoknak, és hajtottunk, küzdöttünk. Tomas Sándor elmondta nekünk, mi várható a folytatásban, hogyan alakulhatnak a rájuk váró mérkőzések, feladatok. Még nincs vége a alapszakasznak, tehát lesz egy harmadik kör. A harmadik körbe pedig a helyezések alapján ma lesz leosztva, hogy hány mérkőzést játszunk idegenbe, hányat hazai környezetbe. Viszont azzal, hogy a második helyen vagyunk, így jobb a sorsolásunk. Tehát én bizakodva várom itt a további mérkőzéseket. Minden csapat próbált még itt az utolsó pillanatban erősíteni. Mi arra fogunk törekedni, hogy itt nehogy még egyszer így megbicsakoljon a csapat, és tudjuk tartani itt a második helyünket, vagy ha esetleg a Balatonfürednél fordul elő hasonló dolog, akkor őket megelőzni. Tehát ez lesz az elsődleges cél. A következő mérkőzést a miskolci lányok szombaton este 6:30-kor játsszák hazai pályán, ahol a Gödöllő csapatát fogadják. Pénteken hazai pályán szerepelt a férfi kosárlabda NB1B piros csoportjában a MEAFC. A Drahos Gábor irányította a Miskolci Egyetemi Együttes több meghatározó emberét volt kénytelen nélkülözni a top formában lévő vendégek ellen, akik az első félidőt ennek okán előnnyel zárták. Ám megrázta magát a kékmezes MEAFC, és 10 ponttal nyerte a harmadik negyedet, és visszajöttek a meccsbe. Ám még erre is volt válaszuk a vendégeknek, akik végül 11 ponttal 77-66-ra megnyerték miskolci vendégszereplésüket. A kékmezes MEAFC az NB1B 18. fordulójában hazai pályán fogadta a körcsarnokba listavezetőként érkező nyíregyházi ellenfelét. Mint az a bevezetőben is elhangzott, a hazai együttes több meghatározó játékosát is nélkülözni kényszerült, ám ennek ellenére szép megoldásoknak tapsolhatott a publikum.
ám mindezek ellenére is szinte végig az első negyedben lépéselőnyben volt a vendégcsapat. Majd miután a játékrész utolsó dobásai is sikerültek a fehérmezeseknek, a nagyot küzdő egyetemisták erőfeszítései ellenére is 27-19-re vezetett a Nyíregyháza. Pedig a nagyon fiatal Miskolci gárda tette a dolgát becsülettel, a sikeres lepattanózás után száguldás a pályán és könnyű kosár a végén. Igyekezett tartani a lépést a Melavc, de a rutin és a fizikai fölény mellett megvillantotta azt is a vendégegyüttes, hogy miért volt nekik egyedül a mezőnyben 15 győzelmük a miskolci bajnoki előtt. Ezen a találkozón is szép megoldásokkal szolgálta ki lelkes közönségét a házigazda. A nagyszünet előtti periódusban a Melavc nagyon szépen játszott, erre a kosárra még egy büntetőt is dobhattak a kékmezesek, ám másodpercekkel a nagyszünet megkezdése előtt sikeres volt a vendégtripla is, így 15 pontos vendégvezetéssel ért véget a meccs első fele. Az sem segített a Melavcnak, hogy az egyébként is sérülések sújtotta keret átmenetileg még két emberrel kevesebbet számlálhatott, hiszen hosszas ápolás után jöhetett csak vissza két miskolci játékos is a folytatásra. Ami egyébként meglepően jól sikerült ennek ellenére is. A harmadik harmad végjátékára már 10 ponton belülre kormányozta magát a miskolci csapat, 62-57-re vezetett csak a listavezető miskolci vendégjátékán. A záró negyed feléig tartotta is ezt a különbséget a Melavc, majd zsinórban három vendégkosár esett, amivel 73-59 lett a vendégeknek, majd másfél perccel a vége előtt 9 pont lett közte, amit már nem tudott eltüntetni a házigazda, és így vendég siker lett a vége. Melavc, Nyíregyháza, 66-77. Szerencsére nem vagyok papírformával foglalkozó edző, és szerencsére ma nagyon vevő volt fogászati szaknyelven is foghíjasnak mondott csapatom erre a fajta munkára. Az, hogy az ellenfél remekül dobott az első fél időben, ez egy nagynak mondható 15 pontos előnyt jelentett. Ettől függetlenül derekasan küzdöttünk akkor is, hogy a harmadik negyedet 10 ponttal meg tudtuk nyerni, és a száját vérzéssel összekoszoló Sándor, majd a bokasérülés szenvedő Kozák Marci nélkül visszajövünk 5-6 pontos távolságra, az gyakorlatilag több, mint remek hír. Ott egy pillanatra még én is meggondoltam, hogy ez igen, ezt mondom a fiúknak, hogy ez igen. De később tényleg ezt mondtam nekik. A lényeg, hogy végre elhitték, hogy egy kosármeccsen el kell fáradni. És mint a kutyák úgy elfáradtak az enyémek, ettől függetlenül nagyon derekasan küzdöttünk. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a szurkolótábor és mindenki, aki itt a környéken ezt végigélte, az pozitív felségjelzéssel mehet haza. Nem vagyok szkeptikus, a kutyát nem érdekli ez a mai jó teljesítmény, hogyha ezt a melót, amit ma itt magunkévá tettünk, nem tudjuk egy hét múlvára továbbvinni. Égetően nagy szükség van minden emberünkre, és se mennyiségbe, se minőségbe nem vagyunk ott, ahol terveztük. Nagyon komoly munkát lehet végezni, szívvel, akarattal, nagyon sok mindent lehet pótolni. Sok esetben még a kilókat, centiket, és a rutint, és az élvonalbeli tapasztalatot is. Nagyon-nagyon-nagyon készülünk a folytatásra is, semmi nincs garantálva, de én úgy gondolom, hogy ez a mai volt az a Melavc, ami egy ilyen mezre felkéri a benne levő játékost. Úgy gondolom, nagy csatán vagyunk túl. Szoros mérkőzést játszottunk, megpróbáltuk a lehető legjobbat kihozni, és én úgy gondolom, hogy egész a 40. percig partiban voltunk a jelenleg az első helyezettel a Nyíregyházával. A héten speciális edzések voltak, nagyon sokat készültünk a pick and roll, a labdás elzárás védéséről és a csapatmunkáról. Nagyon sok volt a védekezési gyakorlat, konkrétan próbáltuk a Hobbsot, az amerikai légióst, és próbáltuk a külső dobásokat levenni, és ez sikerült is.
sajnos elfáradtunk, de a fiatal játékosok a padról beléptek és próbálták ezt a ritmust felvenni, és úgy gondolom, hogy helytáltunk. Én úgy gondolom, hogy megtettük a lehető legtöbbet, amit kihozhattunk a mérkőzésből. Voltak hibáink, az ellenfél nagyon jó százalékkal dobott, nekünk a külső dobások annyira most nem feküdtek, de próbáltuk kompenzálni betörésekkel, kiosztásokkal, és ez meghozta az eredményt, hogy fel tudtunk zárkozni a harmadik negyedben. A sérültek nagy része olyan játékosokból került ki, akik egyébként nagy játékperccel teljesítik a bajnokikat, így ezúttal egy nagyon fiatal Meavcot láthatott a publikum. Miként értékeli a keret fiataljainak produkcióját a vezetőedző? Lehet a nehézségek miatt különbség vereség és vereség között? A realitások talaján vagyunk, ettől függetlenül nekem az a feladatom, hogy kihozzam a maximumot a rendelkezésre álló keretből. Aki tudja, ismeri és látja ezt a szituációt, amiben most vagyunk, a legpekhesebb csapat a piros csoportba, és még így is talpon állok. Kemény csapat az, amelyik ilyen pekszériát és sérülés hullámot ennyire lábon kibír, mint mi. Egy szó sem érhetné a ház elejét, hogyha nulla győztes meccsel állnánk ilyen szériába, vagy mínusz 30-40-es mérkőzésekkel. Tehát ebben nagyon kemény munkája van a fiúknak, és hiszek bennük. De hogyha könnyedebb vizekre evezünk, 11 ponttal kikaptunk, nem örülünk. Én úgy gondolom, hiányzott Torton 6 pontja, Homoki 3 pontot dobott volna, és Orlicki Matyi is dobott volna még egy 3-ast. Az pont 12, egyen nyertünk volna. De ez most nem volt, így az ellenfél nyert, gratulálok nekik, mi pedig dolgozunk ezen az úton tovább. 4 felnőtt és 8 fiatal játékossal állunk most már hetek óta úgy, hogy az egész évben 6 felnőtt, 6 fiatallal állunk föl. Ez rekord ebben a bajnokságban. Nagyon komoly ellenfelek ellen kell helytállni, úgyhogy nagyon kemény meló van. A folytatásra sincsenek biztató jeleink, ha csak a nevek és a hírességek szintjén megyünk, hiszen mint Torton, Homoki, Orlicki, Tóth, Galló, mit sérült. Bizonytalan idő múlva tér vissza, ettől függetlenül. Van, aki majd ezen szomorkodik, nem én vagyok, meg nem a csapat. A csapat melózik, én meg velük melózok. A folytatásban február 1-én a Vasas otthonában lép majd pályára a Meavc. Önök az elmúlt percekben a Miskolc Televízió heti sport összefoglalóját látták. Egy hét múlva várjuk majd önöket újra a képernyők elé, hogyha tehetik, tartsanak majd velünk akkor is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!